Hajdú Istvánnét köszöntötte a napokban családja és az önkormányzat a közelmúltban betöltött 90. születésnapján. Az ünnepeltnek Szepesi Tibor polgármester és dr. Zsembeliné Kovács Mária anyakönyvvezető nyújtotta át az önkormányzat virágcsokrát és Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi köszöntő emléklapját. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Karcagváros nevében, minden lakosa nevében ezen a ünnepi alkalmon, hiszen 90 éves születésnapot ünneplünk, amihez én szívből gratulálok. Köszönöm szépen! Jó egészséget kívánok, azt és sok-sok boldog egy évet! Tessék fogadni szeretettel az emléklapot Magyarország kormányától, Orbán Viktor miniszterelnök úrtól. Köszönjük szépen! És a város nevében köszönöm is. Köszönöm szépen! Nagyon sok boldog születésnapot köszönöm kívánok! Köszönöm szépen! Na, még ez is az enyém. És még egy meglepetésünk is van. Még ez is, kedves Marika néni, nagyon sok szeretettel köszöntöm 90. születésnapi nagyon szépen köszönöm. Fogadja szeretettel, Isten értesse sokáig. Az önkormányzat ajándék csokrának átadása után egy meghitt beszélgetés során folytatódott tovább a köszöntés. Szerencsére Marika néni is készségesen állt a kamera elé, és szívesen válaszolt kérdéseinkre. Elmondta, hogy legtöbbet a kereskedelemben dolgozott. Szakácsként, büfésként és cukrászüzemben is tevékenykedett. Szerette a munkáját, és ez talán a legfontosabb. Hozzátette, ez lehet a hosszú élet titka is. Dolgozni, tevékenykedni mindig valamit. Sokat kell dolgozni, és egészséges módon kell élni. Marika néni mai napig otthonosan mozog a konyhában is, sőt a születésnapi alkalomra is nagyon finom süteményeket készített. Sütni szoktam amúgy is egyszerűbb dolgokat hétvégeken, nem azt mondom minden hétvégén, de egy kis kalács, egy kis krumplispagása, hát amit hamarabb megyen. De hát ilyen nagy sütögetés nincsen, most egy hétig sütögettem. Úgy, délutánunk, vagy reggelente. Reggeltől délig el vagyok, addig tevékenykedek. Meg jön a kis dédike, akkor arra vigyázok. Marika néni elmondta, nagyon meglepődött azon, hogy a családja mellett az önkormányzat is felköszönti a jeles napon. Ez nagy meglepetés volt. Én azt hittem, leszünk vagy ketten-hároman. Nem, az gyerekik is egyik azt mondja, átjövök, a másik nem érek rá, mert dolgozok, ez is dolgozik. Mindenki dolgozik, a végén mindenki itt volt. Nagyon örülök neki, nagyon. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében szívből kívánjuk Marika néninek, hogy továbbra is ugyanilyen derűsen, szellemi és fizikai frissességben töltsön el még további sok-sok boldog születésnapot gyermeke, unokái, dédunokái és családja körében.